Ma van a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója, egyben a nemzeti összetartozás napja. Ország, sőt világszerte a magyar települések, közösségek megemlékeztek az 1920. június 4-én történt eseményről. Beszédet a polgármester dr. Csáky András mondott. Trianon. Kevés, annál nehezebb történelmi feladat van, mint eldöntenünk azt, hogy mit is teszünk. Egy 100 éve történt, de következményeiben ma is ható tragédiával. Gyászolunk, vagy ünnepünk. Imádkozunk, vagy kezünket rázunk az ég felé, hogy ez megtörténhetett. Gyalázzunk, felelőssé teszünk-e régi vezetőinket, vagy józanul tanulmányozzuk a történelmet. Tudomásul vesszük a tényeket, hogy neki megyünk az előttünk álló falaknak. Tisztelt barátaim és történelmi sorstársaim! Végesteren végig sorolhatnám a kérdéseket, de úgy érzem, hogy nem kérdésekért, hanem válaszokért jöttek ide. És valóban így van, felelős, önmagát vállaló magyarnak egyetlen lehetősége van ebben az ügyben elindulni a válaszok megtalálásához. Önök mindannyian tudják, hogy az első világháború végén a trianoni békeszerződéssel a Szent Isváni Magyarország elvesztette területének több mint kétharmadát, és lakosainak száma is majdnem egyharmadára csökkent. Nyilván azt is sokan tudják, hogy ezzel a régi Magyarország elvesztette a bányáit, az érceket, a sót, az utakat, a vasutakat, a postarendszert, az egyetemeit. Ez a veszteség is vég nélkül sorolható. De a gazdasági és szellemi veszteségnél maradandó betegség rajtunk a történelmi átok, hogy elvesztettük a helyet, Vereckét, ahol Árpád apánk bevezetett ide minket a Kárpát-medencébe. Elvesztettük Zrínyi Ilona tököli, a rákócziak harcainak induló pontjait. És elvesztettük azt a most szelíden felvidéknek nevezett részt, amely addig a testvéri Lengyelországgal tett minket határossá. Bizony, közös határaink voltak. De talán még történelmi veszteség az, hogy nem maradt meg, és főképpen nem maradt meg az az országrész, hogy Mohácsi tragédia után a három részre szakadt Magyarországot megtartotta magyarnak. Móricz Zsigmond Erdély trilógiájában a valóság mai részeként is olvasható mindez. Ha nem veszik rossz néven, erre néhány gondolattal később visszatérek. De Ceglédiként előbb hadd mondjak valamit arról, amiről soha nem beszélünk. Arról, hogy milyen jó helyre kerültünk mi az Isten tenyerén. Még Trianon is ezt bizonyítja. Voltak akkor olyan román térképek, amelyek a Tiszánál húzták meg a román határt, és voltak cseh elgondolások, melyek Miskolcot is a magukénak tekintették. Mi itt maradtunk volna. Igen, itt az úgyszólván nem is létező és soha újjá nem élesztető Magyarországon. Azt csinálhatnánk a magunkra maradottságunkkal, a bezártságunkkal, amit akarunk. Talán még azt is bekiabálhatnánk a semmibe, hogy mi legyen a regulája a nagyvilágnak. Amikor az ember senki, mindent megengedhet magának. De tisztelt polgártársaim, mégis miből és hogyan élnénk? Furcsa történelmi elemzések ma a régi magyar uralkodó osztályt, annak a kisebbségek elleni politikáját teszik felelőssé. Miért is? Mert kis pénzt adtak a nem magyaroknak? Itt a ceglédi alföldiségben talán jobban kérdezem meg, hogy többet adtak a magyar jobbágynak? Nem a magyar nemesség jobbik része követelte ki a jobbágy felszabadítást? És ott nem volt nemzetiségi kikötés, csak jobbágy volt. Nem szeretnék olyan apróságokba bonyolódni, hogy például a városunkban méltán tisztelt Kossuth nem is volt arisztokrata, de annak a Duna Konfederációnak, amelynek minden Kárpát-medencei nép a békességes tagja lehetett volna, ő a kitalálója. Még Trianon után a 20. század 30-as éveiben is néha vitatkozva erre hivatkozott megoldásként a népi írók számos alakja, kiemelkedően Németh László és I.S. Gyula. Pontosnak tartom az ő nevüket is megemlíteni. De előttük illet volna elmondanom,
hogy Eötvös József 1868-as nemzetiségi törvényét Európában nem előzte meg semmi. Ma már lehet úgy értelmezni, hogy nem volt elegendő, mint ahogy lehet azt is gondolni, hogy Apponyi Albert teljesen eredménytelen volt a trianoni kastélyba, mégis úgy vélem, a magyar szív, a magyar vér csordult ki akkor. Móricz erdélyi tündériországára visszatérve szeretnék figyelmeztetni rá, hogy a három részre szakadt Magyarország Erdélye nem csupán Székelyföld volt. Természetesen írjunk mindent alá székelyek autonómiájáért, de ne feledjük, hogy Mátyás király szülőháza nem a Székelyföldön, hanem Kolozsvárot van. A kolozsvári temető legalább akkora magyar múltat, sőt régebbit őriz, mint a mi kerepesi temetőnk. A mindannyiunk által tisztelt Tenfli atya Nagyváradon szolgált, és az már mindennek a teteje, hogy Ady Endre sem a Székelyföldön született, hanem a Partiumban, ért mint szenten. Gondolkodjunk, hogy kis nyereségért mit akarunk elveszteni? A magyar történelmet? Nem az Európai Uniós Egység a mostani legjobb megoldás? Nem azt akarom, hogy ezt mindenki elhiggye nekem, de annyi kétkedésünk legyen, hogy aki ma járt először Romániában, ne hirdessen igazabb igét, mint aki már tegnap előtt is ott volt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok száz éves tragédiája már sok népnek volt. Olyanoknak is, akik végül is megmaradtak, és viszonylag békében élnek. A lengyel határok sem ott vannak, ahol voltak. A finneké és a németeké sem. Az örmények 1915-ös tragédiájáról már halhatatlan regényt írt Franz Werfel a Muszaglag 40 napja címmel. Ott az történt meg, hogy a címerük ékét, az Araratot, a hatalmas hegyet már csak a legtisztább napsütésben látják, mert azóta Törökország része. De az örmények átérték utána a szovjetizálást is. Talán több ezer éves keresztény hitük is segítette őket a túlélésben. Ma sokszor kapok felszólításokat ilyen-olyan imaláncukra a Trianon fájdalmában. Kedves városbéli társaim, jól tudják, hogy hívő keresztényként tudom, hogy 100 évvel ezelőtt a trianoni szerződés végzeténél ugyanaz a Jézus Krisztus volt felettünk, mint ma. Tehát ránk bízta, hogy mit kezdünk magunkkal. Cegléd, mint mondtam, az Isten tenyerén van. Mindenkinek a lelkiismeretére van bízva, hogy előremenetét, jólétét, alföldies magyarságát, egyetemes magyarság szeretetét támogatja vagy gáncsolja. Istenen kívül én a józan észben is bízom. Köszönöm, hogy megtiszteltek a meghallgatással. A Patkós Irma Színház művésze Kázmér Tamás verset tisztelgett az évforduló előtt. Nem kell beszélni róla sohasem. De mindig. Mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni. Nem. Soha. Amíg magyar lesz és emlékezett, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk a földön, melyet magyar erőszerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. Egy ezer évnek vére, könnye, s verejtékes munkája adja meg jussunk a te drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor. És a legnagyobb magyar hirdette hévvel, nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem soha, hogy miénk volt Európának legszebb koszorúja, a Kárpátok éke. És miénk volt a legszebb kékszalag, az Adriának gyöngyös pártadísze. És nem lehet feledni, nem soha, hogy miénk volt Nagybánya, hol Ferenci festett, s mestereknek álma napfényes műveken feltündökölt, s egész világra szórt derült. És nem lehet feledni, nem soha, hogy Váradon egy Ady énekelt, és holnapot hirdettek magyarok, és nem lehet feledni, nem soha a bölcsőket és sírokat nekünk. Magyar bölcsőket és magyar sírokat.
dicsőség és gyász örök fészkeit. Mert kifeledni, hogy Verecké útján jött-e hazába a honfoglaló nép, és kifeledni, hogy erdélyi síkon tűnt a dicsőség ellenmúló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egymaga a diadalmas élet. Út és igazság csillaga nekünk. S ha őt fogod követni, gyászban, ányban, balsosban és kétségben, ó magyar, a pokol kapuin is győzni fogsz, és már a földön feltalálod a mennyet. És tudnád feledni azt a szelíd szalontát, hogy Arany János csingatál a dajka? És bírnád feledni a kincses Kolozsvárt, hogy Korvin Mátyás csingatál a bölcső? Mernéd feledni Kassa Szent halottját, és lehet-e feledni az aradi őskert 13 magasztos álmodóját, kik mind-mind várnak egy föltámadásra? Trianon gyászos napján magyarok, testvéreim, szerencsétlen, átkos, rossz csillag alatt vírasztok. Nézzetek egymás szemébe, nyíltan és őszintén, és a nagy-nagy sír fölött ma fogjatok kezet, és esküdjetek némán, csupán a szívveréseivel és a jövendő hitével egy nagy-nagy esküt, mely örök életre kötelez. A munkát és kitartást hirdeti, mely elvezet a boldog föltámadáshoz. Mert nem kell beszélni róla sohasem. De mindig, mindig gondoljunk rá. Majd a református templomkertben álló kopjafához helyezte el koszorúját. Cegléd város önkormányzata. A Ceglédi járási hivatal. A Fidesz ceglédi szervezete. A Cigle Polgári Egyesület, Magyar Károly és Földi Áron független önkormányzati képviselők, a Jobbik Ceglédi Szervezete, a Jobbik Ifjúsági Tagozata, az MSZP helyi szervezete, a Momentum Ceglédi Szervezete, a Ceglédi Evangélikus Gyülekezet, a Ceglédi Baptista Gyülekezet, a Ceglédi Híd Gyülekezete, a Ceglédi Tankerület és Intézményei, a Ceglédi Szakképzési Centrum és Intézményei, a Református Általános Iskola és Óvoda, valamint a Református Egyház, a Szentkereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképzőiskola, a Városi Könyvtár, a Ceglédi Lokálpatrióta Klub, a Cegléd és térsége ipartestülete, valamint a Kárpát-medencei Vitézi Rend. 16:30 perckor pedig a város minden templomában megkondultak a harangok.